A Bátaszéki önkormányzat fontosnak tartotta már az elmúlt ciklusban is a település járdáinak felújítását. A feladat nem egyszerű, hiszen 30 kilométernyi járdáról van szó. Két úton indultak el. Az egyik, hogy önkormányzati beruházások keretében felújítják a forgalmasabb járdákat. Ezt az önkormányzat gazdasági társasága hajtja végre. A másik út a lakók bevonásával történik. 2016 óta egy lakossági járdaépítési programot is hirdetünk minden esztendőben, amikor is a képviselőtestület a költségvetés összeállításakor meghatároz egy keretet. Jelen esetben 2020-ban ez másfél millió forint. Azok a lakók adhatják be kérelmüket, akiknek ingatlana előtt a járda legalább 50%-ban megrongálódott. Ezt a városüzemeltetés dolgozói megvizsgálják, és ha valós a probléma, akkor az önkormányzat biztosítja a felújításhoz szükséges anyagokat. A munkálatokat azonban az ingatlan tulajdonosának kell elvégeznie. A keret körülbelül 30-50 ingatlan előtti járdaszakasz felújítására elég, de az önkormányzat igyekszik mindenki kérelmét kedvezően elbírálni. Bízunk benne, hogy többen élnek a lehetőséggel, és akkor megint egy 30-50 ingatlan előtt meg tud újulni a város járdaszakasza. A kérelembenyújtás határidejét a koronavírusra való tekintettel meghosszabbították június 30-ig.